Sziasztok! Ebben a videóban azt veszük gorcsó alá, hogy a bio, öko, organikus élelmiszerek jobbak-e, mint a mezei hagyományos élelmiszerek. Én Polgár Gáspár vagyok, ez pedig a zöldségek. A beköszönésben elmondott három szó az gyakorlatilag szinonima, ha valamint bio, organikus vagy öko előtagot találunk valamilyen terméken, akkor azt tudhatjuk, hogy bio élelmiszer kategóriába esik, ami nagyon-nagyon trendi lett így 2022-re, meg aztán pláne, ha valaki bio vagy öko cuccot fogyaszt. De miért lett ez ennyire felkapott? Hát ez egy jó kérdés, valószínűleg a környezettudatosság és a fenntarthatóság fölhájpolásával ez is egyre inkább teret nyer. De mit is értünk bio vagy ökológiai gazdálkodás alatt? Tudni kell, hogy ez egy gazdálkodási per élelmiszer előállítási rendszer, ahol számos kritérium van, aminek meg kell felelni, hogyha valaki ilyen címkét szeretne rátenni a termékére. Ilyen például az, hogy bizonyos növényvédőszereket tiltanak vagy korlátoznak, ahogy talajmódosítószereket sem szabad használni, illetve talajminőségjavítószereket sem, illetve csak bizonyos mértékben és csak bizonyos fajtákat. A bio gazdaságokban nem használnak nitrogén alapú műtrágyát, csak és kizárólag sima trágyát. Nagyon fontos az is, hogy tiltva vannak a különböző állatgyógyászati szerek, már ami a mesterségeseket illeti, szóval nincsen antibiotikummal teletömött csirke sem. És hogy miért jó ez? Hát többek között azért, mert így, hogyha nem használunk vegyszereket, vagy nem használunk különböző vegyi anyagokat, mint növényvédőszereket, akkor nem csak, hogy ezek nem kerülnek a szervezetünkbe a különböző zöldségek, gyümölcsök héjáról, hanem a talaj is tovább jó marad, hiszen tovább marad a termőképessége meg, ami azt jelenti, hogy tovább használható és tovább használható mezőgazdasági célra is. Természetesen ez akkor igaz, csak hogyha ökológiai gazdálkodásról beszélünk, vagy gazdaságról beszélünk. Ha pedig az antibiotikumokat nézzük, akkor nem csak arról van szó, hogy szegény tyúkokat nem tömködik ezzel tele, hanem arról is, hogy ezáltal nem kerül be a mi szervezetünkbe, mert ne feledjük, hogyha olyan állatok húsát fogyasztjuk, amelyeket gyógyszerekkel kezeltek azért, mert ugye általában ilyenkor sok állatot zsúfolnak egy helyre, és gyakoribbak a különböző betegségek, hogy mármint az természetesen, hogy gyorsabban terjednek ezek a betegségek, hogyha egyetlen állat mondjuk megfertőződik. Így ezek az antibiotikumok végső soron ugye mi szervezetünkbe kerülnének, de nem kerülnek nyilván, hogyha nincsenek. És ha már így az állatokat említettük, akkor fontos azt is megjegyezni, hogy az ökológiai gazdaságokban nagyon szigorú állatjóléti előírásoknak kell megfelelni, ami arra vonatkozik, hogy többek között, hogy az állatoknak biztosítani kell a természetes viselkedésükhöz szükséges területet, illetve környezetet, tehát mondjuk a tyúkokat, csirkéket szabadtartásúan kell tartani, vagy legalábbis biztosítani kell nekik azt, hogy a napnak egy részét ilyen körülmények között tölthessék. Ezek alapján tehát kijelenthetjük, hogy a biogazdálkodás célja az a természeti környezet megóvása és a fenntarthatóság, hiszen ezek mind-mind ebbe az irányba mutatnak ezek az előírások. Az imént elmondottakkal azért bőven átfedésben van a 2018-as Európai Uniós rendelet, ami ugyancsak szigorú szabályrendszert, illetve kritériumrendszert fogalmaz meg. Ez megemlíti, hogy tiszteletben kell tartani a természeti rendszereket, illetve a különböző ciklusokat, ez főleg a talajnak a művelésére vonatkozik. Itt az is nagyon fontos, hogy lehető legszínesebben, lehető legtöbb fajta növényt kell termeszteni egymás után, így is a talaj ellenálló képessége nő, hiszen hogyha nem folyton ugyanaz a zöldség vagy gyümölcs kerül rá, akkor nyilvánvalóan ellenállóbb lesz a talaj hosszú távon. Az EU is elég szigorúan veszi az állatjólét, illetve növényegészségi és növénymegóvási követelményeket. Itt is arra kell gondolni, hogy faj specifikusan meg van határozva, hogy milyen állat, illetve milyen növényfaj, milyen környezetet kíván, és ugye azt biztosítani kell számára, hogy azt már korábban elmondtam a tyúkos példával. Az EU célul tűzte ki azt is, hogy a talaj, a víz és a levegő minőségét meg kell óvni, vagy lehetőség szerint azt javítani kell. Nem elhanyagolható, hogy tilos az úgynevezett génmódosított szervezetek felhasználása, tehát nem lehet mesterségesen megváltoztatott génállományú termékeket előállítani a biogazdaságokban.
az Unió azt is elvárja, illetve előírja, hogy a helyi erőforrásokat kell előnyben részesíteni, és azokat kell lehetőség szerint felhasználni, például az öntözésnél, illetve különböző talajműveléseknél. A most már általam elmondottak alapján is láthatjátok, hogy azért elég szigorú követelményeknek kell megfelelni, ráadásul ez nem csak úgy van, hogy valaki egyszer belevásárolja magát ebbe a bio plecsnibe, és akkor onnantól kezdve nem is számíthat semmilyen ellenőrzésre, hiszen gyakorlatilag az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás folyamatában is szigorú elvárásoknak kell megfelelni. Aggályok persze itt is felmerülhetnek arra vonatkozóan, hogy valaki mondjuk megfelel egyszer ezeknek a követelményeknek, kiad ezért egy csomó pénzt, aztán meg nem tartja be őket, de ugye ez egy folyamatos megfelelési rendszer, tehát nem az van, hogy egyszer meg kell ennek felelni, hanem többször is ellenőrzésnek van kitéve az adott vállalat, vagy adott gazdaság, hogy betartja ezeket az előírásokat. Ugyancsak röviden foglaltam össze az ökológiai gazdálkodás lényegét, azt talán leszűrtétek, hogy az én véleményem szerint a biotermékek azok jobbak, mint a nagyüzemi mezőgazdaság által előállított termékek. Ez pedig azért van, mert nem csak, hogy a bolygónak jobbak, tehát ugye jobban vigyáznak a vízre, nem pazarolnak annyit a talajra, illetve az élőlényekre is, mindemellett gyakorlatilag az egészségünknek is sokkal jobbat tesznek, hiszen nem tartalmaznak növényvédőszereket, génmódosított szervezeteket, illetve antibiotikumot sem, tehát azokkal sem tömik tele az állatokat, ezáltal mi is egészségesebb vitamin és tápanyagdúsabb élelmiszerekhez juthatunk. Felmerül a kérdés, hogy honnan szerezhetünk be jó minőségű biotermékeket. Hát, hogy a zöldségről és gyümölcsről beszélünk, akkor az a jó hírem, hogy a Lidl-ben, az Aldi-ban és a Spárban is egyre bővül ez a kínálat, és nagyon sok zöldség és gyümölcs az, ami megvásárolható bioként, illetve léteznek különböző biokertek, ahonnan rendelhetünk akár házhoz is zöldségeket és gyümölcsöket, általában kosarakat, amit heti rendszerességgel szállítanak, ilyen mondjuk a MyFarm Harta, vagy pedig a Zsámboki biokert, de számos ilyet találunk egyébként egy Google kereséssel is. Ha pedig rengeteg időnk van és piacozni is tudunk, akkor különböző kistermelői piacokra látogathatunk el, akár a fővárosban, akár vidéken. Ez meg azért teljesen jó, mert akkor mi választjuk ki az adott zöldséget, de egyébként, ha bármelyik piacra látogatunk el, akkor is van lehetőségünk általában kistermelőktől vásárolni, amik jó eséllyel bio kistermelők is egyben. Ha pedig készterméket vennénk, tehát mondjuk valami fajta kencét, kenyére vagy salátát, vagy bármi ilyesmit, mármint, hogy nem fejes salátát, hanem elkészített salátát, akkor a DM-et és a Rossmann tudom ajánlani, előbbiben kicsit talán bővebb a kínálatot, rengeteg szendvicskrém, olívaolaj, balzsamecet, paradicsomszósz, csicseriborsó, szóval rengeteg minden van, ami bio. Ha többet szeretnél olvasni erről a témáról, akkor találsz majd pár linket a leírásban. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel nyugodtan, azt valahol lent kell megnyomni. Ha pedig bármilyen kérdésed, észrevételed, óhajos-sóhajod van, akkor azt Instagramon, meg Facebookon is feltehetett, hiszen mind a kettő megtalálható a zöldségek. És még valami, hogyha teljesen véletlenül kint vagy ezen a héten a Sziget Fesztiválon, akkor keresd meg a Lemérem csomagolásmentes boltot, hiszen kitelepültek, és ez nagyon jó, hiszen lesz egy Zero Waste Shop a Szigeten, és ami még ennél is extrább, ott velem is találkozhatsz, hiszen eladóként tevékenykedem majd náluk, ezután is köszönöm nekik a lehetőséget. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, a környezetvédelem menő.